Sziasztok! Van a Lovely nemű márkának egy szemhéjpuder kollekciója, amely három palettából áll, és már megannyi bloggernél láttam, hogy ódákat zengenek róla. Ez nem csak azért érdekes, mert olcsó, de minőségi termékekről van szó, hanem azért is, mert két paletta a három közül teljesen egy-egyben ugyanúgy néz ki, mint az Urban Decay márkának a Naked 2 és a Naked 3 palettái. Most szeretném nektek élesben megmutatni, hogy mennyire pigmentáltak a Lovely palettáiban a színek a Nakedhez képest, és hogy ez alapján mennyire lehet érdemes megvenni az olcsóbb terméket, hiszen a Lovely termékei 1000 forint körül mozognak, míg egy eredeti Urban Decay paletta 15000 forint körül kezdődik. Mivel nekem az Urban Decay palettái közül a 2-es számú van meg, ezért mindenképpen a Lovely Dark Nudes palettáját fogom összehasonlítani vele. Most megyek, lemosom a jelenlegi szemsminkemet, a számot, megpróbálok egy egységes alapot varázsolni a sminknek, és nézzük meg, hogy hogyan teljesítenek. Mint látjátok, elkészítettem egy alapsminket, vagyis hát le van alapozva a fejem, eltüntettem a pottanásaimat, meg a karikáimat egy kis színkorrekcióval, utána rámentem egy alapozóval, utána kicsit kifényesítettem ezt a szem alatti területet, végül felvittem egy pirosítót és egy highlightert, amit utólag vettem észre, hogy az új pirosítóm, ami szintén Lovely és olyan gyönyörű színe van, hogy nem hittem el, az egy picit sok aranysimert tartalmaz. Magyarul úgy nézek ki, mintha agyon lenne highlighterezve mind a két orcám, de nem. Csak ez ilyen. Egyébként meg szép, úgyhogy nekem tetszik. Megmutatom ezt is. Ugyanis ez szintén le van értékelve most, így. Lovely OO Blusher a neve. És ilyen barackos, narancsos, aranyos beütése van. És tényleg nagyon szép szerintem. Azért vettem meg, mert a múltkor, amikor a Pink Pandáról rendeltem, akkor becsúszott a kosaramba egy leértékelt Makeup Revolution highlight, nem highlighter, pirosító. És amikor megkaptam, vagyis ugye, amikor megrendeltem, akkor nem is gondoltam volna, hogy annyira tetszeni fog, de amikor kézhez kaptam, akkor egyszerűen beleszerettem. És természetesen vittem mindenhova, és lementünk Balatonra, ahol sikeresen eltörtem, illetve már korábban is így kipattant a maga a festék a kis műanyag részből, és akkor így lötyögött a topban, és mindenhol porzott szét, főleg a necceszerembel, csodás, ilyen árnyalatú volt minden. Szóval széttört, és ahelyett, hogy hazahoztam volna, és valahogy összeimádkoztam, vagy összeforrasztottam volna, ahelyett olyan dühös lettem, hogy kidobtam. És nem tudok újat rendelni, mert a számlámon jelenleg nincs annyi pénz, hogy rendeléseket adjak le, úgyhogy gondoltam, keresek valami olcsó és készpénzzel kifizethető alternatívát, és emellett döntöttem. De szerintem nagyon szép. Csak kicsit nagyon arany. De hát, ki ne szeretné a csillogást? Egyébként élőben már egészen szürke vagyok, de videón még mindig úgy nézek ki, mint Kylie Jenner. És a videón minden rosszabb. Ez olyan, mint hogy a tévé ránk ad plusz 5 kilót. Most már térjünk át a lényegre. Nézzük meg, hogy hogyan szuperál a Lovely Dark Nudes palettája. Hát, hogyha jó alternatíva lesz. Így azért már is sokkal intimebb a hangulat, nem? Na, kifejezetten ecsetek hiány vagyok egyébként mostanság. Mármint, hogy mindig. Mert sose ruháztam be egy rendes ecsetkészletre. Legyen a bal az az eredeti Naked, jó? Ugye az előbb is így mondtam, azt hiszem. És akkor használom ennek a tükör. Ja, a Lovelyban nincsen tükör? Ami most például nekem számít, amúgy nem. Ja igen, felvittem szemhéj alapozót is a biztonság kedvéért. Kicsit mélyítettem a szemhéjamat azzal az árnyalattal, amiről az előbb is beszéltem, amit mindig szoktam használni. Ez a 10. Ez egy nagyon jó... Úristen! Kiesett a palettámból egy szín! Ne! Ez még sose fordult elő. Idegeskedés vége. A 10 egy nagyon jó szín arra, hogy mélyítsük a szemhéjunkat.
matt, és arra is nagyon jó, hogy esetleg ilyen, hogy mondják ezt magyarul, hogy ilyen átmeneti szín legyen. Tehát, hogyha egy füstös szemet akarunk elkészíteni, akkor ehhez azért kellenek ilyen kis apróságok, hogy tényleg szép legyen. És ez a szín például nagyon jó ahhoz, hogy a füstös részeket és széleket azokat így elmossuk. Na. És most kicsit letisztogatom az ecsetet a combomon. Tökéletes. És kipróbáljuk, hogy milyen a Lovely-nak a palettáján lévő 10 másolat. 10, ami tök vicces, mert az azt jelenti, hogy 8-9-10. De amúgy nem, de mindegy. És igen, ehhez meg a félig törött tükrömet használom, bocsi. Hát nem vagyok elájulva a pigmentáltságától egyelőre. Egy kicsit, mintha lenne benne egy pirosos beütés, látjátok egyébként? Szóval, hogy más a kettő. Ettől függetlenül azt mondom, hogy nem teljesen szar. Más. Na. Lássuk a következő színt. Általában hétköznapokon úgy szoktam ezt csinálni, hogy amilyen színt éppen viselek, például én nagyon nem szeretem, hogyha keverjük a fém színeket, tehát ezüstöt aranyjal, rózgolddal, stb. Összekeverjük. Tehát, hogy az órám az mondjuk arany, a fülbevalóm meg már ezüst, a bokaláncom meg már rózgold, én ezt nem szeretem. Úgy szeretem, hogy egy azon ékszeren belül megtalálható több fém szín is, vagy hogyha nagyon ízlésesen van ez így összekeverve, de csak így random feldobálva magamra a különböző fém színű ékszereket, ezt nem szeretem. Szóval, ha jól megnézitek, látszik, hogy van benne arany, van benne rose gold, van benne ilyen óaranyos szín, és van benne ezüst, meg pezsgőszín is. Tehát egészen sok fém színt vissza lehet vele adni a sminkben is. És én úgy szeretem csinálni a hétköznapokon is ezt, hogy mindig passzoljon ahhoz, amit éppen viselek. Szóval, hogyha aranyóra van rajtam, akkor egy kis aranyat viszek fel ide a szemem sarkába, a szemzugba, vagy hogy hívják ezt, oda meg egy kis világosabbat szoktam mindig rakni. Úgyhogy most, mivel rohadtul nem viselek semmilyen ékszert, ezért egy kicsit sötétebbet választok, a Snakebite nevű színt, ami pontosan a 10 mellett van. És ezt viszem fel erre az oldalra, igen. És amikor ez kész van, akkor a 10-ből felviszek egy picit az alsó szempillákra alá is. Amúgy a Lovely-hoz, azt nem mondtam az előbb, nem tudom kinyitni. Na. A Lovely-hoz egy ilyen van. Amit úgy utálok, akkor inkább ne adjanak semmit, nem? Vagy valaki tud ezzel rendes minket elkészíteni? Komolyan, nagyon komolyan érdekel, szóval írjátok meg a kommentben, hogy a ti ezt szoktátok használni, mert én esküszöm, hogy sírva fakadok, amikor így pocsmogolom fel a színeket, és minden foltos, és igen, ezt az ecsetet is letörlöm a praktikus és nagyon professzionális törlőmbe, a combomba. Szóval nézzük meg, hogy a Lovely-nak mennyire hasonlít a Snakebite-os színe az eredetihez. Jól látom, az eléggé pigmentált. Ez nem rossz. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem rossz. Csak ne lennék ennyire béna. Most nagyjából ugyanolyan? Akkor jó. És most remélem, azt mondtátok, hogy igen. Szóval mit vigyek fel a szemem belső részére? Arra gondoltam, nem gondoltam semmire, csak úgy csinálom. A Foxy-t fogom. Foxy, az az első szín a palettán. Ez itt. És ez egy tök jó ilyen... Túlélte. Szóval, Foxy egy tök jó ilyen sárgás tónusú, ilyen... Hogy is mondják, ez elefántcsontszín?
valami ilyesmi. És ez most így full hülyén néz ki, hogy a fele az matt, a fele meg csillámlik, de nyugi. Az a lényeg, hogy legyen egy ilyen jó kis világos felületem, amire utána gyönyörűségesen fel tudom vinni azt a másik szint, ami hát a néki palettában sem annyira pigmentált, ugyanis ez olyan, mint egy pezsgő. Erre mondtam, hogy pezsgő szín, mert olyan átlátszó, de hogyha felviszed, akkor ilyen gyönyörűen fénylik. Az a neve, hogy nem tudom, hogy kell szépen mondani. És akkor nézzük, hogy mennyire pigmentált a Camo Foxy és a Camo Verve. Mi lenne, hogyha ehhez megpróbálnám használni ezt a kis post, ezt az applikátort? Mit szóltok? Jó hédi legyen. Oké, hédi. De csodás! Nem mondjátok! Tudjátok, mi a baj? Hogy eddig a Lovely paletten az egyetlen szín, amiben csalódtam, az pont a kedvencem volt. És így nem tudom annyira nyugodt szívvel ajánlani, mint hogyha az is tök jól pigmentált lenne. Ami szomorú. Visszatérek a rendes csütemre. Így. Amit persze mindig professzionálisan megtisztítok két használat között és két szín között. Közelről nem túl előnyös a bőrömnek ez a kamera, mi? Fasza! Azt hiszem, hogy visszamegyek még egy picit ezzel a világos barnás árnyalattal ide. Egy kicsit úgy nem tudom, hogy jobban el legyen satírozva. Hogy mondják ezt magyarul? Blendinget? Elsatírozni? Mondjuk. Na jó! Én azt mondanám, hogy ez most kész van. Már csak azért is, mert én a hétköznapokon nem szoktam semmi ennél durvábbat csinálni. Mármint, hogy nem szoktam ennél vadabb sminket felvinni. Szerintem most jöjjön egy szemhéjtus, egy szempillanspirál. Műszempillát nem nagyon szoktam a hétköznapokon viselni, úgyhogy ez most nem lesz. És egy rúzs, és megnézzük, hogy milyen a teljes look, és megnézzük közelről, hogy mennyire jut el a két oldal. Viszont a szemhéj púderen kívül minden más termék ugyanaz lesz, úgyhogy ezt majd így vessétek össze magatokban. Ez lesz a szemhéjtus, egy sötét barna Golden Rose, ezt is a Pink Pandáról rendeltem. És a kedvenc szempillanspirálom Too Faced-nek a Better Than Sex mascara. Szempillanspirál. Esküszöm, hogy nem vagyok ennyire angol sznob, csak azért jutnak ezek a szavak eszembe angolul, mert mindig külföldi beauty vloggereket nézek, úgyhogy bocsi. Nem tudom, hogy tervezem ezt a szemkihúzást így félkézzel a tükörrel, de meglátjuk. Tipikusan az az ember vagyok, aki fogja és visszamegy egy fültisztító pálcikával a szemhéjtusra, hogy igazán tökéletes legyen. Most nem látok semmit, ugye? Nem jön. Sose szoktam ilyen fura pozícióban csinálni. Lol. Elviselhető. És akkor jöjjön a szempillanspirál. Én azt hittem, hogy a szempillanspirálok között jó, van különbség, de hogy úgy basszus, el vagyok egy sima drogériás szempillanspirállal is. Ami igaz is, de ez nagyon jó. Szóval biztos, hogy láttátok, hogy nekem gyakorlatilag nincs szempillám akkor, amikor nincs kifestve, mert ugye szőke, hát most zöld, de eredetileg szőke a hajam, és a szempillám is igen szőke, szerencsére a szemöllökömnek van egy ilyen tök jó kis alapszíne, azt szeretem. De hogyha nem festem ki a szempillámat, akkor úgy érzem magam, mint valami kis rágcsáló. Hogy ilyen... nem tudom, fura. Na. Szerintem ez most jó lesz így. Még, hogy teljes legyen a look, feldobok egy kis rúst. Legyen a kedvencem.
én azt mondom. Ti meg nem tudtok válaszolni, úgyhogy legyen ez. Tökre nem látjátok, hogy mit csinálok, ugye? Tök cíki. Amúgy nem maradtatok le semmire. Ez a Lime Crime-nak a Kashmir nevű árnyalata. És olyan szép, nem? Azért így ez a highlighter. Ütnem, csak ne lenne ekkora orrom. Nem kontúroztam? Na mindegy! Szóval, nézzük közelről. Ez a Naked oldal, ez pedig a Lovely oldal. Mennyire láttok különbséget? Hát oké, hogy beletelt egy időben, mert ezzel sikerült felépítenem egy ilyen kis matt, halvány, világos, barnás árnyalatot itt a ráncban, hogy hívják ezt, még mindig nem tudom, légy írjátok meg, ha tudjátok, mert tök hülyének érzem magam. De nagyon szép. Nekem tökre bejön, úgyhogy nézzük meg, kézen lesz vacsolva. A középső ujjammal fogom felvinni először a lovely színeket, így. Kicsit jobban megdörzsöljük, azt hiszem. Így. És a mutató ujjammal, na jó. Ez, hát igen, ez azt hiszem, hogy elég egyértelmű, nem tudom kamerában mennyire látszik. Konklúzió. Én még mindig ezeket a szvacsokat nézegetem, ugyanis szerintem gyönyörűek, és hát lássuk be, 850 forintért, sőt 1100 forintért is, bárki, aki ezt megveszi, szerintem hatalmas vásárt csinál magának, nagyon-nagyon jól jár vele, és egyértelmű, hogy ez a Dark Nude paletta, ez egy-egyben olyan, mint az Urban Decay-nek az eredeti Naked 2 palettája. És hát nekem szerintem ez lesz Somáéknál a Naked paletta alternatívám. És akkor nem kell szegény eredeti cipelnem mindig mindenhova, mert már így is ugye kicsit ki van, mint tudjuk, ki jár belőle az egyik szín. Van némi pigmentáltságbeli eltérés, valamint az első paletta az nem a Nakednek az eredeti palettája. De én mindenkinek nagyon ajánlom, és nagyon örülök, hogy rábukkantam erre. És hogyha találok még valami hasonlóan jó üzletet, amit esetleg ti is kihasználhattok, akkor legközelebb is szólni fogok. Mindenképpen iratkozzatok fel, ott lent, vagy mi, és akkor biztosan nem maradtok le a következő ilyen jellegű videóról sem. Sziasztok! A mai tag videó az Ismeri meg tag. If I got another chance.